Szeretettel köszöntjük a ferencvárosi szurkolókat. Hát díszes vendéggel találkoztunk. Gáspár Győzikével őt talán sokatnak nem kell bemutatni, de azt talán kevesen tudják, hogy Győzike ferencváros szurkoló? Igen, az vagyok, és hát nagyon-nagyon sok negatív támadást kaptam a ferencvárosi szurkolóktól, nagyon szomorú vagyok. Azt írták, hogy a büdös szigany mérje a ilyen helyekre, nagyon-nagyon felháborodtam, és pont a ferencváros oldalán olvastam. Elnézést kérek mindenkitől, hogy itt vagyok, elnézést kérek, hogy meg tudtam venni a jelet, és elnézést kérek mindenkitől, aki kommentál, mert szerintem ez szegénységi bizonyítvány, és szomorú vagyok, hogy nem azt írtak, hogy végre a celebek is reklámozzák azt, hogy tényleg hajrá a Ferencváros, hanem azt írtak, hogy büdös szigány. Úgyhogy köszönöm szépen nekik, nagyon kedvesen. Nyilván a szurkolók nevében, így a nem vérmesebb szurkolók nevében örülünk, hogy itt vagy, ezt el lehet mondani. Szeretném azért elmondani, hogy nyilván furcsa ilyen magasrangú vendéget itt látni, eddig nem nagyon szoktunk, és ugye nyilván a BL-selejtezőn láttunk először a Klavsik ellen, ugye, és ezért sokan. Mit gondolsz, mire lehet képes ez a Ferencváros? Te hogy látod külső szemlélőként? Én külső szemlélőről azt látom, hogy nagyon-nagyon jók vagyunk, nagyon-nagyon ügyesek vagyunk. Van, mikor nem sikerül, van, mikor sikerül. Ma nagyon-nagyon sikerülni fog. Én azt érzem, hogy ma 3-0-ra fogunk hazamenni, nagy örömmel fogunk hazamenni. És tényleg arra kérem az embereket, mert én tényleg azért vagyok most ilyen negatív, mert amiket olvastam, és tényleg ferencvárosi rajongóktól olvastam, hogy én soha az életemben nem bántottam senkit. Én 99 óta vagyok közszereplő, én el vagyok a kis életemben, én a családommal el szoktam jönni, megvásárolom a jegyeket, és utána támadnak engem. Én ezt azért kikérem magamnak, én soha senkinek nem kommentáltam, senkit nem támadtam, az, hogy én itt vagyok a családommal, és szórakozni jöttem. Akinek még nem tetszik, annak meg azt üzenem, hogy takarja be a fejét. Nálunk egy kicsit már megszokottan, de azért egy fontos kérdés az említett mondandókban. Te nyitott lennél egy közönség találkozóra, ahol így kvázi a szurkolók jobban megismernének téged, ha lenne egy ilyen szervezés? Tulajdonképpen nagyon szívesen, de ezek után, amit írtak a Facebookon, meg az Instagramon, én félek egy közönség találkozóról. Tényleg olyan jó leveleket, meg szép leveleket szoktam kapni mindenkitől, szoktam lenni jótékonykodni, szoktam lenni ingyen fellépni, de az, mikor én először itt voltam, és azt a negatív támadást, és azért vagyok most ilyen negatív, meg azért beszélek erről ilyen negatívan, mert olyanokat kaptam, hogy úristen, te minek jöttél ide, és az, hogy Magyarországon 2023 végén cigányozni, szerintem elég csúnya dolog. Én azt gondolom, hogy én is, mint egy ember eljöttem ide a családommal szórakozni, drukkolni, akinek meg még egyszer nem tetszik, azt akarja be a fejét. Végezetül ez nagyon fontos kérdés, hogy szerinted a Fradi megnyeri a bajnokságot? Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen, úgy legyen. Én nagyon-nagyon drukkolok nekik, hajrá Magyarország. Én tényleg, mikor a múlt héten leszálltam a repülőről, én azt éreztem először, nem voltam itthon két hétig, kint külföldön forgattuk, és azt éreztem, hogy de jó magyarnak lenni, de jó hazaérni, de jó itthon lenni, és de jó eljönni újra focit nézni, meg trukkolni. Én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon-nagyon hiszek a Fradiban, nagyon-nagyon hiszek a Jóistenben, és ma nyerni fogunk. Köszönöm szépen! Köszönjük és azoknak, szépen. Akik engem nem szeretnek, kérlek titeket, ne írjatok negatív kommentet, inkább otthon érjetek boldogan nélkülem. Köszönjük szépen, rendelkezésre.